Magyarországon a közszolgálatiság, az M1, a Kossuth Rádió az álhírterjesztésnek a zászlós hajójává vált az utóbbi időszakban. Ott lát napvilágot a legerőteljesebben a kormányzati propaganda, ott zajlik egy agymosás a legerőteljesebben, és sajnos a magyar embereknek a többsége az hiszik, akár nem. 2015 óta én nem jártam a közszolgálati televízió közelében sem, mint a legnagyobb ellenzéki párt egyik sokat szereplő politikusa és egyik vezetője. Ami egészen elképesztő. És hogy itt arra gyanakodnak, hogy lehet, hogy ez csak a jobbikos képviselőknek vagyis jobbikos képviselőkkel szembeni diszkrimináció, ez minden ellenzéki politikusra igaz. Tehát az ellenzék az kvázi ki van rekesztve a közszolgálati médiából, egy európai parlamenti választási programba Brüsszelhez forduljunk, és kérjük azt, meg harcoljunk azért, hogy Európában, amely azért mégiscsak a demokráciának, a szabad gondolkodásnak és a médiaszabadságnak a hazája vagy a civilizációja, ott arra kérjük az Európai Uniót, hogy fogalmazzon meg olyan kritériumokat, olyan feltételeket, amely a közszolgálatiságnak a sajátja. Tehát garantálja azt a jogát minden Európai Uniós állampolgárnak, mind az 500 milliónak, köztük nekünk magyaroknak is, hogy az objektív tájékozódásnak a jogát biztosítsa és garantálja. 4 éven keresztül ellenzéki képviselők 5 percre jutottak be a köztévében, a sivatalban. De azért egy reményteli dolgot hadd mondjak, néhány héttel ezelőtt az M1 TV-ben meghívtak engem, majd a Kossuth Rádióba. Úgyhogy Gyöngyösi Mártonnal ellentétben jártam egyszer. Jó, egyszer. Ehhez alapítani kellett egy mozgalmat. Ilyen mindenki Magyarországon mozgalmat. Az, hogy egyáltalán sor került arra, hogy például engem meghívjanak, az valószínűleg annak volt köszönhető, hogy előtte ezek a tüntetések felhívták. Hát, ha nem is a magyar, de az európai közvélemény figyelmét, és azt nagyon nehezen lehetett megmagyarázni, hogy Magyarországon miféle demokrácia, miféle jogállam van, hogyha 4 év alatt 5 percre hívtak be ellenzéki pártoknak képviselőt. És ez valószínűleg annyira tarthatatlan volt a Fidesz számára, most legalábbis az Európai Uniós kampányban, vagy akkor talán egy kicsit még féltek a kizárástól a Néppártból, hogy akkor néha behívták Jakab Pétert, vagy jó magamat, mondjuk egy-egy alkalommal, nagyon ritkán, rövid időre. Persze azért a hazugsággyárak azok hazugsággyárak. Tehát nyilván nagyon kemény kérdéseket kaptunk, nem úgy, mint mondjuk Torockai László. Vannak, akik bejutnak, vannak, akik nem, de az Európai Unió számára, a Néppárt számára Fidesz azzal akarta fölmutatni, hogy néha most bejutnak valakit, akik ugyan megkapják a kemény kérdéseket, vagy például a szöveg alatt mutogatnak, vagy a beszélgetés alatt mutatnak valamit, amit ugye mi nem látunk. Én gondoltam, hogy egyébként én beszélgetésem alatt majd mikrásokat fognak mutogatni, de nem ez történt. Annyi csalást követtek el, hogy kiírták, hogy a Mindenki Magyarországon mozgalom a baloldal összefogására szólít fel. Hát, hogyha valakinek fogalma van róla, hogy mi úgy szeretnék, az nem a baloldal összefogása, mi azt gondoljuk, hogy minden tisztességes embernek jobb és baloldalnak össze kell fogni egy korrupt pártállam ellen. De hát ezt nem írhatták ki.